Ézsaiás 48. So my plan was that we would kind of look a little bit at 48 and then I would teach on 49. Az volt a tervem, hogy egy kicsit a 48-ból fogunk ma tanulmányozni, aztán a 49-esből fogok főleg tanítani. Because 48 is kind of the end of one section of this book and 49 begins a new section. Mert a 48-as fejezet egy kicsit a vége egy bizonyos résznek, ami ebben a könyvben áthúzódik, és a 49-es fejezettel egy új téma kezdődik. Chapter 49 kind of begins this move to looking at the Messiah in more detail. Mert a 49-es fejezettől elkezd egy kicsit jobban a Messiásra tekintően beszélni. Always exciting. And this is kind of, it's like we're at the bottom of the mountain and we're going to climb until Isaiah 53, and that's the top. És ez mindig nagyon izgalmas. Most vagyunk mondjuk a hegynek az aljánál, és innentől kezdve kezdünk el felfele menni a 49-es fejezet, az 53-as fejezetig, ami a csúcsa. So I started studying chapter 48, you know. Elkezdtem tanulmányozni hát így a 48-as fejezetet. And then I'm like, ooh, I want to talk about that. És aztán ahogy olvastam, azt gondoltam, hogy fú, erről szeretnék beszélni. Then I kept going, ooh, I want to talk about that. Aztán másik dologról is, fú, erről is szeretnék beszélni. And then at the end of chapter 48 I realized we're not even going to get to 49 tonight. És aztán rádöbbentem, hogy a 48-as fejezet, 48. fejezetet nem is fogjuk tudni elhagyni, úgyhogy a 49-esbe bele se fogok kezdeni. Chapter 48 gives me an opportunity to reiterate or kind of press some themes that I think are so important. Mert a 48. fejezet lehetőséget ad nekem arra, hogy bizonyos témákat újra előhozzak, egy kicsit kihangsúlyozzak, amik szerintem nagyon nagyon fontosak. This chapter is about, it's like the last chapter where God is dealing with the hardness of heart for the nation of Israel and their carnality. Ez az utolsó fejezet, amikor Isten avval foglalkozik, hogy Izrael szíve mennyire megkeményedett, hogy mennyire testiesen élnek. And I guess there's two perspectives that we could kind of come at this chapter from. És két különböző szempontból közelíthetjük meg ezt a fejezetet. One is, yeah, we could talk about the children of Israel, they're in sin, their hearts are hard, they need to repent. Hogy ott van az egyik, hogy Izrael népe megkeményítette a szívét, bűnben élnek, és meg kéne térniük. Or we can look at it from this other side, and that's what we're going to do tonight, and see God and his heart for them, even knowing what he knows about them. De a másik megközelítést fogom választani, ami pedig az, hogy Isten hogyan viszonyul az ő népéhez, mindazokat tudva, hogy milyenek ők, milyen a mostani állapotuk. And I really believe deep in my heart that one of my ministries is to remind Christians about what God thinks of them. Én meg vagyok győződve, hogy szerintem ez az egyik szolgálatom, hogy emlékeztessem az embereket, a hívő embereket, hogy milyen az Isten szíve feléjük. Just that you would know what God thinks about you. Hogy te pontosan tudd, hogy Isten mit gondol rólad. I truly believe that we will live healthier lives if we know God's heart. Én őszintén hiszem, hogy egészségesebb életet élhetünk, ha tudjuk, hogy milyen Isten szíve valójában. I mean, there's no statistics on that, you know, you're going to live longer if you know God's heart. Ez persze nem mondhat, nem tudom alátámasztani ilyen statisztikákkal, hogy mennyivel élsz majd hosszabb ideig, hogyha helyesen látod Isten szemléletét feléd. But I'm telling you, it changes our perspective. It helps us to process the events, both good and bad in our lives, when we know what God thinks. De sokkal jobban fel tudjuk dolgozni az életünkbe történő jó és rossz dolgokat, ha tudjuk, amikor helyesen tudjuk, hogy Isten mit gondol. And so we're going to look at God's heart for his people. Úgyhogy arról fogunk ma beszélni, hogy milyen Isten szíve, hogyan érez Isten Now, az ő népe felé. To do so, we need to let God paint us a picture, you know, of where the children of Israel were at this moment. Először hagynunk kell azonban, hogy Isten lerajzolja azt az állapotot, meg lefesse nekünk, hogy milyen állapotban van Izrael népe most. Kind of just recap on where Israel is so that we can then get God's heart. Hogy milyen is most Izrael népe, és hogy ennek fényében lássuk meg Isten szívét. So let's read verse 1. Első vers. And I'm going to let wonderful Christina read that. És én fogom felolvasni. Halljátok meg ezt, Jákob háza, akiket Izraelről neveztek el, és akik Júdától származtok, akik az Úr nevére esküsztök, és Izrael Istenét emlegetitek, de nem híven és nem igazán. So here the Lord kind of, he uses two names for the nation. He calls them Jacob and he calls them Israel.
Két néven szólítja Isten itt az ő népét, Jákob házának és Izrael. Now Jacob, the name Jacob, you know who Jacob was in the Bible? Ugye tudjuk, hogy ki Jákob. Jacob was this great guy. Ő egy nagyszerű ember. I mean, okay, you know, he was a great guy, but nagyszerű ember, de he would do whatever, listen, he loved God. But he would do whatever it takes to get God's best. Nagyon szerette Istent, de mindent megtett azért, hogy mindegy megkapja Isten legjobbját. And even if that meant cheating and lying. Ha csak és ebbe belefért az is, hogy mondjuk hazudni kell, vagy csalni kell. He'd cheat his brother out, lie to his dad. Hazudott az apjának, így kijátszotta a testvérét. Oh, I just want what God has. Ah, de hát én arra törekszem, én azt szeretném, amit Isten tartogat. And his name was Jacob. A neve Jákob. But we know that God changed his name when they wrestled. De tudjuk, hogy amikor Istennel viaskodott, akkor Isten megváltoztatja az ő nevét. God broke Jacob literally. Isten megtöri Jákobot szó szerint is, mert eltöri a csípőcsontját. And he changed his name. És megváltoztatta a nevét is. To Israel. Izraelre. That means a prince of God. Ami azt jelenti, hogy Isten hercege. And so Jacob was representing kind of that old man. Jákob tehát a régi, az óembert testesíti meg. Israel representing the new man. És Izrael pedig az újat. But notice what the Lord says here in verse 1. De halljuk meg, hogy mit mond itt Isten az első versben. He calls them the house of Jacob. Azt mondja, Jákob háza. He says you're called by the name of Israel, but you live like the house of Jacob. Hogy Jákob háza vagytok, bár Izraelről vagytok elnevezve, de mégis úgy éltek, mint Jákob háza. And this is the essence of what was wrong with Israel at the moment. És igazából ez a lényege, hogy mi a baj Izrael népével. They were playing religious games, oh bless the Lord, oh praise God, but their hearts were just wicked. Hogy eljátszották ezeket a vallásoskodó dolgokat, hogy Isten áldjon, meg szent az Úr, meg ilyenek, de közben az életükben gonoszság volt. Let me read to you from Isaiah 29, verse 13. Hadd olvassak nektek az Ézsaiás 29-ből, a 13-as vers. Therefore the Lord said, inasmuch as these people draw near with their mouths and honor me with their lips, but have removed their hearts far from me. Így szól az Úr, mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. And this is frustrating to the heart of God. És ez idegesíti Istent. This is where the children of Israel were. Itt ilyen helye, így álltak most, így állt Izrael népe. You know, their lips said one thing, their heart said something else. Hogy az ajkuk egy valamit beszélt, de a szívük valami mást. Their lips spoke like Israel, but their heart revealed Jacob. Az ajkuk úgy beszélt, mint Izrael, de a szívük igazából olyan volt, mint Jákob. And in the next verses, the Lord is really indicting the children of Israel. He's like, you know, speaking against them. Tehát a következő ige versekben azt fogjuk látni, hogy Isten elkezd nagyon is Izrael ellen beszélni. You know, this is not right. This is it's frustrating to the heart of God. Hogy ez így nem helyes. Ez így bántja Isten szívét. You know, how do you feel when people aren't honest with you? Te hogy érzed magad, amikor az emberek nem őszinték veled? When you know that what they're saying is not what they're thinking. Hogy tudod, amit mondanak, az nem az, amit gondolnak valójában. Hey, good to see you. Good Jaj, to see jó you látni too. Téged is annyira jó látni. You know, I get that like fake, you know. Yeah, I hate you. És yeah. Közben meg úgy utállak te. I hate you too, all right. Én is téged, na hello. Praise the Lord. De közben meg dicsőség Istennek. And God knows what we're thinking. És Isten tudja, mire gondolunk. I mean, how many times have you thought that's what people are thinking, but you were wrong? Hányszor gondoltad, hogy a másik ezt gondolja, de igazából tévedtél? Or they thought that of you, but they were wrong. Vagy ők gondolták rólad ezt, de tévedtek. Or how much more frustrating to be God and know exactly what's going on. De mennyire frusztráló Istennek, hogy ő pontosan tudja mindig mindenkiről, hogy mit gondol. And he saw their hearts. Látta az ő szívüket is. Verse 8. 8-as vers. Surely you did not hear, surely you did not know, surely from long ago your ear was not open, for I knew you would deal very treacherously and were called a transgressor from the womb. Hoppa. Tehát 8-as vers. Nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy. Születésed óta hitszegőnek hívnak. You know, if you hear this verse the wrong way, you can think God's really angry. Hogyha ezt nem helyesen értjük ezt a mondatot, azt gondolhatjuk, hogy Isten nagyon ki van akadva. You
bunch of sinners and hypocrites, and you're just sinners from the womb. Ti csak egy csomó bűnös bandája vagytok, akik képmutatóak vagytok, és már a születésetek óta ilyen bűnösök vagytok. But actually, this is the mercy of God. De igazából ez Isten irgalma. I know it sounds crazy, but it is. Lehet, hogy az őrültségnek hangzik, de így van. This is God's mercy. Ez Isten irgalma. God says, you have been a transgressor since the womb. Azt mondja, hogy hitszegő vagy, már draining the life out of your mom, you know. Már azóta szipolyozod az anyádból az életet. You've been a transgressor, and actually this is something, this is a doctrine that Augustine would later kind of define in better terms. He'd call it original sin. És ez az a fogalom, amit később Szent Ágoston jobban megfogalmaz, és amit mi eredendő bűnnek nevezünk már. That is that you were born in sin. Hogy már eleve bűnben születtél. God doesn't say here, you disappoint me. You used to be great, and now look at you today. Isten nem azt mondja itt, hogy annyira nagy csalódást okoztál nekem. A kezdetben annyira nagyszerű voltál, most meg nézd magadra. I remember when you were three. Emlékszem, amikor még három éves so voltál. So much nicer. Annyival kedvesebb kisgyerek voltál. I remember when you were 15, such a sweet person. Amikor 15 éves voltál, olyan kedves ember voltál. But look at you today. De nézd most magadra. Disappointment. Annyira nagy csalódás. I'm angry. És annyira mérges vagyok. God doesn't say that. Nem ezt mondja Isten. He calls out you and I in truth. You've been a transgressor since your mother's womb. Minke hozzánk teljesen őszintén beszél, és azt mondja, hogy már a születésünk óta bűnösök vagyunk. I want to emphasize this to you. God is not disappointed. Szeretném itt kihangsúlyozni, hogy Isten nem csalódott. He doesn't have expectations of you that you're not fulfilling. Nincsenek olyan elvárásai feléd, amit aztán te nem tudsz betölteni. The one expectation God has, according to the Bible, of humanity is that we will sin. Az egyetlen elvárása Istennek az emberiség fele az, hogy vétkezni fogunk. That is not a license to sin. Ez persze nem jogosít fel minket. It's not even an invitation to sin. Sőt, nem is meghívás arra. It's just a reality. Hanem a valóság. God wants us to be holy. Isten azt szeretné, hogy szentek legyünk. But he knows who we are. De tudja, kik vagyunk. And God doesn't come to you tonight and say, how dare you worship the way you are when I know what you used to be and look at you today, you're a disappointment. Isten soha nem mondja azt, hogy te itt ma dicsőítesz engem, közben én ismertelek, milyen voltál régen, hogy milyen, hogyan viselkedtél te korábban. Nor does he come and just say, hey, I'm so proud of you, look at you're here on Wednesday night, wow, I love you even more than ever. De azt sem mondja Isten, hogy na hát, itt vagy szerda este is, annyira büszke vagyok rá, még jobban szeretlek ezért. You know, wow, you're better than I thought. Hogy mégiscsak jobb vagy, mint gondoltam. God doesn't feel that way. Isten nem érez, nem így sem érez. He knows who we are. Ő tudja, kik vagyunk. You don't have to try to hide that from him. És ezt nem kell próbálnod elrejteni előle. You need to be free of that. Hanem szabadnak kell lenned. He knows who you are. Szabadnak, abban, hogy tudhatod, ő ismer olyannak, amilyen vagy. And he loves you. És szeret. Look at verse 9. 9-es vers. For my name's sake I will defer my anger, and for my praise I will restrain it from you, so that I do not cut you off. Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. And should we read that? Let's read that in the Károli. It's a little bit A Károliban egy kicsit tisztában kijön. Nevemért elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak. I mean, how would you respond to people who just continually rebel against you? De hogyan viselkednél azokkal az emberekkel, akik folyamatosan lázadnak ellened? Probably not the way God does. Valószínűleg nem úgy, ahogy Isten. God says, I will defer my anger. Ő azt mondja, hogy elhalasztom a haragom. I should be angry, but I'm not going to be. Haragudhatnék, de nem fogok. I'm going to let it go. Elengedem. God loves you. Isten szeret téged. The backdrop is clear. We're sinners. A háttér egyértelmű. Mindannyian bűnösök vagyunk. Don't feel like you can just go out and prove to everybody you're a sinner. That's not God's heart for you. De ezért ne kezdjed el mindenkinek ezt bizonygatni. Ez nem Isten vágya. I'm just a sinner. It's what I do. Hát úgyis bűnös vagyok. Hát akkor itt van, ez vagyok. God forbid. Isten őriz. But he knows who you are. De te tudja, hogy ki vagy. And he still loves you. És így is szeret. The Bible speaks, and I want to read several verses to you, where God speaks about his love being unfailing. Én fogok felolvasni igeverseket, ahol Isten újra meg újra elmondja, hogy az ő szeretete el nem múló. And I'll tell you, I want to read these verses. You can look at them on the screen, grab your Bible, whatever. But I want them to be just, I want to hammer, every verse would hammer into your heart, God loves me.
God loves me. God loves me. Oh yeah, God loves me. Én azt szeretném, ahogy olvassátok a kivetíten a verseket, vagy kinyitjátok a Bibliátokat, ahogy halljátok ezt, akkor a szavakat, hogy Isten szeret, mindezekből ez árad, azt a szívetekbe így valahogy kalapáljátok bele. Exodus 15, verse 13. 2 Mózes 15:13. In your unfailing love you will lead the people you have redeemed. In your strength you will guide them to your holy dwelling. Hűségesen terelgeted a megváltott népet, erőddel vezetett szent legelődre. The faithfulness of God towards you. Isten hűsége ilyen irántad. He loves you. Szeret téged. Faithfully. És hűséges. Psalm 32:10. 32. Zsoltár, 10-es vers. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the man who trusts in him. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel, vagy ilyen el nem múló szeretettel veszi körül. Psalm 33, verse 18. 33. Zsoltár, 18-as vers. But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those who hope in his unfailing love. De az Úr szeme ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Psalm 51, 1 or 3. Az 51. Zsoltár 3-as vers. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. God has mercy on you and me according to his grace or his love. Istennek nagy irgalma van felénk az ő kegyelme miatt. Szeretete miatt. Isaiah 54, verse 10. Az Ézsaiás 54, 10-es vers. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, or my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. What a great verse. Milyen csodálatos versed. Regardless of what circumstances come, God's love is unfailing. Akármilyen körülmények is lehetnek, az ő szeretete, az ő elmúlhatatlan szeretete nem inog meg. And Lamentations chapter 3 verse 32. Jeremiás sírálmainak 3. fejezete 32-es vers. Though he brings grief, he will show compassion. Great is his unfailing love. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. God's kindness to you will never fail. Isten kedvessége irántad soha el nem múló. He'll never stop loving you. Soha nem fogja abba hagyni a te szeretetedet. At any given moment when you begin to question, does God love me? És bármilyen pillanatban elkezdesz azon kételkedni, hogy vajon Isten engem szerete? You can answer the question before you finish asking it. Már akkor választ adhatsz, mielőtt befejeznéd a kérdésed. The answer is yes. A válasz az, hogy igen. But what about if I've been sinning? De mi van, ha vétkeztem? Yeah, he still loves you. Akkor is szeret. But what about? De mi van a? He still loves you. Akkor is szeret. His love is unfailing. Az ő szeretete el nem múló. Because he never changes. Mert ő nem változik. He never started loving you. Ő soha nem kezdte el a te irántad való szeretetet. He just loves you. Hanem egyszerűen szeret. Before you were you, he loved you. Már akkor szeretett téged, mielőtt te még te lettél volna. It's not like when you were born, God said, oh, I love that one. Nem úgy volt, hogy megszülettél, okay. És te rád csodálkozott, hú, de helyes, akkor ezt szeretem. Cute baby, love. Aranyos, szeretet. Not a cute baby, no love. Nem aranyos, nincs szeretet. God loved you before you were you. Már akkor szeretett Isten, amikor még léteztél volna. Mindig is szeretett. I mean, the Bible says that, imagine this. He loves you more than you love you. Képzeld csak azt el, hogy Isten jobban szeret téged, mint te szereted magad. He thinks about you more than you think about you. Ő többet gondol rólad, többet gondolkodik rólad, mint te gondolkodsz magadról. Which is hard. Ami azért nehéz. And the only way that he can do that is because he thinks about you while you're sleeping. Ez azért lehetséges, mert ő nyerhet, mert te még alszol, ő akkor is tud gondolkodni rólad. Oh, me. Napi 18 órában rólam gondolkodom, aztán kidülünk. And then you're like, oh, me. You know, God beat you that day. You know, he got more thoughts. Felébredsz, folytatod, de Isten legyőzött, mert ő alvás közben is rád gondolt. But truly, I mean, you know, I say it as a joke, but it's true. God thinks more about you than you think about you, than more than I think about myself. Ezt lehet, hogy viccesen mondom, de attól ez igaz. Isten többet gondol rád és rólad, mint te magadról.
Listen, try to understand this. It's not something he has to do. The Bible says God is love. És ez nem olyas valami, amit Istennek így tennie kell. Ő maga a szeretet. It's who he is. Ez az ő személye. And try as hard as you want, none of us can wrap our head around that. Akármennyire erőlködhetünk, ezt így nem tudjuk felfogni teljesen. That's why Paul in Ephesians 3 he prayed that we would know the love of God that surpasses knowledge. Ezért így imádkozik Pál az Efézus 3-ba leírja, hogy megértsük, hogy milyen az a minden értelmet felülmúló szeretet, ahogy szeret minket Isten. God loves you more than you can understand. Isten jobban szeret téged, mint ahogy ezt mi fel tudjuk fogni. And I'm not trying to just make you feel good. És ezzel én nem csak azt szeretném, hogy most akkor így jobban érezd magad. I think you should feel good. Persze azért remélem jobban érzed magad, mert Isten szeret. I don't feel like I have to try, it's just fact. Nem kell ezt próbálnom, megerőlködnöm ezen, ez maga egy tény. God is into you. Isten oda van érted. More than you're into yourself. Sokkal jobban, mint te vagy oda magadért. And he's faithful. És ő hűséges. He doesn't have ups and downs of emotions like you and I do. Ő érzelmileg nem ingadozik, mint ahogy mi szoktunk. He's consistent. Hanem ő kitartó. When you feel God doesn't love you, it's your feelings, it's not true. Amikor te úgy érzed, hogy Isten nem szeret, akkor nem ő nem szeret, a te érzésed változott. But it doesn't seem like he loves me. He does love you. De hát nem úgy tűnik, mintha szeretne, de pedig szeret. He doesn't change. Ő nem változik. All over the Old Testament we read about his unfailing love. Az Ószövetségben mindenhol erről olvasunk, hogy milyen elmúlhatatlan az ő szeretete. And then the New Testament comes and God stamps it and seals it with his blood at the cross. És akkor eljön az Újszövetség, és Isten ezt a szeretetet vérrel lepecsételve örökre. There is no way possible for God to show you he loves you more. Isten már nem képes jobban megmutatni, hogy szeret, mint ahogy már megmutatta. There's no way. Nincs már más mód. It's up to you and I to accept this as truth. Rajtunk áll csak, hogy ezt elfogadjuk-e, hogy ez az igazság. God truly loves me. Hogy Isten valóban szeret. It's true. Ez igaz. It's not just true because I want to believe it. It's true because God says it. Nem azért igaz, mert én szeretném, hogy igaz legyen és el akarom hinni, hanem azért, mert Isten maga mondja. And God's heart. Jump down to verse 16. Ugorjunk a 16-os vershez. Come near to me. Hear this. Not spoken in secret from the beginning, from that time that it was, I was there, and now the Lord God in his spirit have sent me. Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt. Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. Now who's speaking in this verse? Ebben az igeversben ki beszél? Who's speaking in this verse? Ki anybody beszél? Know? Tudja valaki? Bible class. Who's speaking Biblia in this orán verse? Vagyunk. I know. Put your hand down, Phil. Anybody else know? Bárki más rajtam kívül tudja? Jesus. Jézus. Look at it. He says, now the Lord God and his Spirit have sent me. Most pedig my Father and the Spirit have sent me. Azt mondja, most pedig az én Uram az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. Jesus is, it's like Jesus interrupts and says, Father, Spirit, I'd like to say something here. Mint hogyha Jézus egy kicsit közbeszólna, hogy az Atyám és lélek, én most szeretnék beszélni. And what do you want to say? Mit szeretnél mondani? Jesus, what do you want to tell him? Jézus, mit szeretnél nekik mondani? Tell him to come near to me. Azt, hogy gyertek, közeledjetek hozzám. This is my heart, says Jesus, come near to me. Ez az én szívem, e vágyam, hogy gyertek közelebb. And both Old and New Testament testify to these words. És mind az Ószövetség, mind az Újszövetség bizonyítékát adja ennek. The heart of Jesus saying, "Come to me." Hogy ez Jézus szíve, erre vágyik, hogy gyertek, én hozzám. Are you burdened? Come to me. Ha meg vagy terhelve, gyere hozzám. The answer is always Jesus. A válasz mindig Jézus. More of Jesus. Még többet Jézusból. Are those hurts too much for you to bear? Jesus says, come to me. Ha túl sok a fájdalom, amit el kéne viselned, Jézus azt mondja, gyere hozzám. Are you holding anger that you can't let go of? Jesus says, come to me. Ha olyan haragot tartasz, amit már nem bírsz el, akkor Jézus azt mondja, gyere hozzám. The answer is always, come to me. A válasz mindig az, hogy gyere, gyere én hozzám. He's the answer. Hogy ő a válasz. I don't understand that. Ezt nem értem. But he's the answer. De ő a válasz. He is what I need. He's what you need. Ő az, amire szükségem van, amire neked is szükséged van. We need Jesus. Rá van szükségünk.
Jesus, this is kind of like, I see this in two ways. This is an invitation from God, but it's also kind of like an adventure as well. Olyannak látom ezt, hogy egyszer egy hívogató, meghívás Istentől, és közben pedig egy kaland. It's an invitation. Come to me. A meghívás, hogy gyere én hozzám. But it's also this kind of like adventure, like can I come? Will I come to the Lord? A másik pedig a kaland maga, hogy vajon oda megyek-e Istenhez. Can we agree that there's a lot of things that are vying for our attention? Abban egyetérthetünk, hogy nagyon sok dolog versenyzik a figyelmünkért. Never before, listen, in the history of the world has it been as held it on. Értem. Now, soha a világon. Never before in the history of the world has there been more information available to you and I. Soha a világtörténelemben nem volt még olyan hatalmas információ mennyiség elérhető az embernek, mint ma. Overwhelming. Túláradó. More information than any one person could ever take in. Olyan sok az információ, hogy az semmi ember, egy ember sem tudja befogadni. I mean the level of, you know, information that we can pull from is just, it's crazy. Az információ mennyiség és annak a tárhelye, amiből válogathatunk, az elképzelhetetlenül nagy. I mean, you know, it used to just be one person talking to another. That was the only way to pass on information. Régebben egyik ember elmondta másiknak az információt, és így terjedhetett. You know, runners running from one village to the next, telling people. Ment a futár egyik városból a másikba, hogy elvigye a hírt. Everybody would gather, oh, there's somebody coming, he's gonna have news, you know. És akkor mindenki összegyűlt, hogy fújjon a futár, valami hírt hoz, akkor mi van. And you remember, in the Bible, we read about this one guy that ran really fast. Emlékeztek, a Bibliában is olvasunk erről a fickóról, aki nagyon gyorsan futott. But he had no news. De semmilyen információja nem and volt. And he beat the guy that had news. És le is győzte azt, aki viszont hozta a hírt. And the guy, you know, marathon man, he gets to David, and David's like, what do you know? And the guy's like, nothing. És akkor ez a maratonfutó emberünk berohan, bekerül Dávid elé. Dávid kérdezi, na mi van, mi újság? Semmi. But I'm here. De hát itt vagyok, futottam. And what does David say? És erre mit mond Dávid? Stand aside. Na jól, lépjél félre. You got nothing for me, buddy. Hogy most így nem nagyon sokkal tudsz itt szolgálni nekem. Face to face, one person talking to another person. That was it. Ennyi volt az információ. Szemtől szembe az emberek elmondták egymásnak. You know, then we did, you know, fires, you know, telling people, here's the news. Füstjeleket adhattunk meg ilyenek. Pigeons, you know, kaká, you know, birds. Aztán ment a galamposta. Send this bird out, you know what I mean? Elküldöm a galambomat. And then the radio came. És aztán jött a rádió. Families would gather around the radio. És akkor a rádió köré összegyűlt a család, behangolták az adót. You know, all the, you know, we're gonna hear this guy's voice over the radio. És hallani fogjuk ezt a valakit beszélni így a rádióban. Telephone. Aztán meg a telefon. Crazy. Where's the person? Ez már egy őrületes dolog. Hol van az ember? Hol lóg az a zsinórba? Hol van? Wow, it's crazy, you know. I mean, you know, and then the television came. Na, aztán jött a tévé. And everybody bowed to that, you know, just. És az előtt mindenki meghajolt. I mean, I remember, even when I was a kid, I remember I was the remote control at home. Emlékszem, amikor kicsi voltam, én voltam a távirányító. You remember being the remote control? Emlékeztek, you know, amikor ti vagytok a távirányító? My dad would say, can you change the channel? There was like three channels. És akkor mondja apukám, hogy na, fiam, váltsál csatornát. Három volt, tehát váltottam. And then fix the bunny ears, you know. Akkor megpróbálod az antennát beigazítani. You know, and then, and okay, don't move. Stand okay, right there. Most jó, you know, ne mozdulj. Okay, I'm not moving, you know. You know, I mean, the world's changed. A világ megváltozott. The world's changed. A világ megváltozott. I mean, I remember we took a picture when my 14-year-old was about 5 years old, we took a picture, and immediately she says, "Can I see it? Can I see the picture?" Most 14 éves lányom, amikor 5 éves volt, lefotóztuk, és megkérdezte, hogy megnézhetem. And I thought, man, when I was a kid, we could see it in about a week. És akkor arra gondoltam, amikor én gyerek voltam, akkor egy hét múlva kb. Amikor előhívattak, megnézhettük. We had this thing called film, you had to develop. Emlékeztek, hogy volt még ilyen, hogy film, amit elő kellett hivatni? You couldn't look at the back of the picture. You know, you waited to take a picture until it was a good one, because you didn't want to waste that picture. Akkor aztán valóban kivártad a jó képet, mert ott nem lehetett nagyon pazarolni. And Polaroid was like a miracle. A Polaroid fényképezőgép az valami csoda volt. What in the world? Hogy na ez meg már mi?
Now it's digital cameras. Ma meg digitális fényképezőgépeink vannak. We are inundated with information. Folyamatosan bombáznak minket az információk. In any given moment, you can see what's happening anywhere in the world. Bármelyik pillanatban kitalálhatod, hogy megnézd, hogy mi zajlik a világ bármelyik pontján. We're overwhelmed. Ez már szinte túl sok nekünk. And it's information is not bad. Az információ maga nem rossz. But it's a flood of information. De most már ilyen özönvízszerűen. And it easily short circuits the voice of the Lord. És nagyon könnyen felülírja Isten hangját. Because we're just got so much coming at us. Boom, 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 boom. Mert annyi minden támad ránk, annyi minden ér minket. You know, the TV's on first thing in the morning. We leave our house, we put our iPod music on or a TV bekapcsolódik reggel, ott azt nézzük, halljuk, elindulunk a munkába, berakjuk az a fülhallgatónk a zenét vagy valamit. And then we're at work and there's information. A munkahelyünkön is folyamatosan az információ. Leave work, boom, headphones on, information. Elmentünk, berakjuk a fülünkbe a fülhallgatót és zötyögünk haza, info. Home, TV's on, internet's on. Interneten pötyöksz, a TV-det nézed. And it's just like it's so much. És az információ csak árad, és information isn't bad. Az információ nem rossz. But the eternal God says, come near to me. De az örökkévaló Isten azt mondja, hogy hozzám gyere. And sometimes I feel like we've become like Samuel. In 1 Samuel 3 it says that the people did not know the voice of the Lord. És néha azt gondolom, olyanok vagyunk, mint Sámuel, mondja, hogy az 1 Sámuel 3, hogy már nem hallja a nép az Isten hangját. You know, so much coming at us. Annyira sok minden hatás ér minket. And then we hear something, we go, God? És akkor valamit hallunk, és arra gondolunk, Isten? TV? Vagy a TV? Radio? Vagy a rádió? Friend? Vagy egy barát a telefonon? Family? Család? Ki? Work? Munka? Wait, God? Vagy Isten? And we wonder, wait, who just spoke to me right now? Hogy ki szólt most? Is that from the Lord, or did I just get that on the news? Hogy ez most Istentől jövő valami, vagy a hírekbe hallottam? I have a heart for this, maybe you get a passion for something, but you wonder, is that just because I saw it on TV, or is that from God? Hogy valami mondjuk ott van a szívedben, hogy tényleg annyira a szívedre helyeződik egy terület, egy ország, és arra gondolsz, hogy ez most tényleg az én Istentől jövő vágyam, vagy csak a tévében hallottam sokat erről. They say that every couple years the amount of information available doubles. Azt mondják, hogy minden évben az elérhető információ mennyisége duplájára nő. It's crazy. Ez őrület. Actually, this King Cyrus, remember we've talked about King Cyrus, king of Persia? Emlékeztek a perzsa királyra, Círuszra. He's actually the one attributed with starting the mail system. He started mail. Ő az, akinek a nevéhez fűződik. Real mail, not email, regular mail. Az igazi postarendszer, nem az e-mail, okay. Hanem a posta. He, you know, it started from the Persians. A perzsáktól származik ez. And, you know, it's kind of developed in the last several hundred years. Utóbbi pár száz évben azért ez egész jól kifejlett. I was reading an article in 1911, 100 years ago. Száz évvel ezelőtt, pont száz évvel ezelőtt, 1911-ben. February 17th. Február 17-én. Was the first time airmail was ever delivered. Történt először, hogy légi postával szállítottak levelet. Three letters were delivered. Három levelet küldtek így. February 17th, 2011, over 300 million letters were air delivered. Ugyanez a dátum 100 évvel később, tehát 2011. február 17-én. Over 300 million. Több mint 300 millió légipostán átvitt, elküldött posta. Igen. Levél. And 300 billion emails were sent. És 300 billion? Milliárd. 300 milliárd e-mailt küldtünk el. I hope you didn't get that many. Remélem, te nem kaptál ennyit. That's a lot of information. Ez nagyon sok információ. In 100 years. 100 éven belül. I mean, 100 years ago, three people were like, no way, I got a letter from the sky. Hogy 100 évvel ezelőtt három ember állt ilyen döbbenettel, hogy nekem levelet hoztak az égből. 100 years ago. 100 éve. Here we are, like, oh, I got, you know, 20 emails. És ma felkelünk, azt mondjuk, fú, 20 levelem érkezett. You probably haven't gotten a letter in a long time, actually a real letter. Valószínűleg, hogy igazi postán küldött levelet már rég nem kaptál. You know, but I mean, it's unbelievable. Ez döbbenetes. How far technology has come in 100 years. 100 év alatt milyen hosszú utat tett meg a technológia. But God's got it all beat. De Isten ezt mind veri. God has technology the world has never seen. Istennek olyan technikái vannak, amit a világ nem látott. Think about it. Csak gondoljunk bele. God bypasses your eyes. Mert Isten mint egy
kihagyva a szemedet. He bypasses your ears. A füledet. He goes right to your heart. Egyenesen a szívedhez, a szívedet érinti meg. We have no technology that can do that yet. Ilyen technológiánk még nincsen. You know, you're not walking around and your heart says, email. Olyan technológia még nincs, hogy a szíved egyszer csak pittyen, hogy e-mail jött. You know, oh, my heart got an email, you know. És akkor úgy megörülsz, no. Hogy az e-mailt kapott a kis szívem. There's no such thing. Ilyen még nincsen. I mean, God just goes right past all of your senses and goes right to the heart. Isten minden érzékszervedet kikerülve egyenesen a szívedhez irányozza. And this is a challenge to you and to me. Ez nagy kihívás számunkra. Will I unplug from the world and plug into the Lord? Hogy vajon hajlandó vagyok egy kicsit kikapcsolódni a világból és rákapcsolódni Istenre? God has great technology. Istennek fantasztikus technológiái vannak. Untapped resources. Olyan kifogyhatatlan erőforrásai. He speaks. És ő szól. I mean, imagine from the throne room of heaven to your heart. Instantly. Gondolj bele, hogy a mennek a trónterméből egyenesen a te szívedig egy szempillantás alatt. No technology is that Google's not that fast. Még a Google sem ilyen gyors. Nothing is that fast. Semmi nem ilyen gyors. God is. De Isten igen. He wants to say something, he speaks directly to your heart. Ha Isten szeretne szólni, akkor egyenesen a szívedet érinti meg. And that's the invitation that he brings to you. Come near to me. És ez az invitáció, ez az a felhívás, amit intéz felénk, hogy gyertek én hozzám. He loves you. Szeret téged. He's unfailing in his love towards you. És az ő szeretete el nem múló. Look at what he says in verse 17. Thus says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God who teaches you to prosper, who leads you by the way you should go. 17. vers, ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. I mean, God wants you to prosper. Isten azt szeretné, hogy bővölködjél. God is not out to ruin your life. Isten nem azon munkálkodik, hogy tönkretegye az életed. He wants to bless you. Hanem szeretne megáldani. He's in for the eternal perspective, though. De ő az örökkévaló szemléletet nézi. You know, he's not short-sighted in his longings for you. Ő nem csak a jelenben néz, és nem rövidlátó, amikor a vágyait megfogalmazza irántad felé. So what might seem to you like not being God's blessing really is. És esetleg amire te azt mondanád, hogy ez nem tűnik nagyon áldásnak Istentől, lehet, hogy valóban az. To know God's heart is to understand his intentions. Ismerni Isten szeretetét, az azt jelenti, hogy megértjük az ő szándékait. He has good intentions for you. Hogy neki jó szándékai vannak. I know the thoughts that I think towards you, thoughts of good and peace. Hogy csak én tudom, mi a tervem veletek, hogy én mit gondolok rólatok, hogy én békességet, nem romlást tervezek. To give you a future and a hope. És reményteljes jövőt adok neked. To know his heart is to understand his intentions. Azt jelenti a szeretetét ismerni, hogy értjük, milyenek a szándékai. Verse 18, oh, that you had heeded my commandments, then your peace would have been like a river. 18-as vers. Bár csak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. God wishes that we would listen to him for our benefit. Isten azért vágyik arra, hogy hallgassunk rá, mert ez nekünk lenne jó, ez a mi javunkat szolgálja. He says, please listen to my commandments, then you'll have peace like a river. Wow. Azt mondja, hogy kérlek, hallgass meg az én parancsolataimat, hogy aztán olyan békességed legyen, mint a folyó. God longs for your well-being. Isten vágyik a te jólétedre. God wants you to be at peace. Szeretné, hogy békéd legyen. He says, heed my commandments and you'll be at peace. Azt mondja, hogy bár figyeljél az én parancsaimra, és akkor békességed lesz. Verse 21. 21-es vers. They did not thirst when he led them through the deserts. He caused the waters to flow from the rock for them, and he split the rock, and the waters gushed out. Nem szomjaznak, amíg a pusztán át vezeti őket. A kősziklából vizet fakaszt nekik. Megnyitja a kősziklát, és víz ömlik belőle. You know, I love that verse. It's a great verse. Nagyon szeretem ezt a verset. Yes, water gushing and flowing and. Hogy milyen jól hangzik, hogy víz és fakaszt, fakad és ömlik, jön. I mean, water in the desert is like pure gold. A sivatagban a víz az olyan, mint a tiszta arany. Oh, it's the most important thing in the desert. A legfontosabb dolog a sivatagban. You can have all the wealth in the world, if you don't have water in the desert, you got nothing. Hogyha a világ minden kincse a tiéd, de nincs nálad víz a sivatagban, akkor kész. Wells were guarded treasures. A kutakat, mint a kincs, úgy őrizték. Read about it in the life of Isaac.
in the book in First Moses. Az egy Mózesben olvashatok Izsák életénél erről a témáról. Water was a protected resource. Hogy a víz az egy nagyon nagy víz, nagyon védelmezett dolog volt. And so we love this idea of you know, God wants us to just have flowing water, gushing water. Hogy Isten arra vágyik, hogy nekünk ilyen áradó vízünk legyen. But what I want you to notice there is the first part. He says he led them through the desert. De azért vegyük észre, hogy mi a mondat eleje, hogy ő a pusztán át vezeti őket. I want you to know this. God doesn't lead us around the desert. Szeretném, hogy ezt felfogjuk, hogy Isten nem kimenekítve minket körbevezet a pusztán. Or, oh no, here comes the desert. Let me pick him up and take him out of it. Vagy jaj, jön a puszta, akkor felemelem gyorsan és átemelem rajta. It says he led them through the desert. Hanem azt mondja, hogy átvezeti őket. I don't like that verse so much anymore. Ennyire már akkor nem is tetszik ez az igevers. I don't want to go through the desert. Én a pusztán nem akarok átmenni. But God says, listen, here's the reality. Why does God allow us to go through deserts? De a valóság az, Isten miért engedi, hogy átkeljen, hogy nehézségen, pusztán menjünk át? There are glories to be revealed only in the desert. Mert olyan dicsőségek lepleződnek le, amik csak ott, itt a pusztában lehet. The treasure hard sought after is most beautiful when discovered. De amit a legnehezebb meglelni, a legjobban keresett kincs, aztán a legértékesebb. Two ways we end up in a desert. Két módon juthatunk a pusztába. Spiritually. Lelki értelemben. One is sin, plain and simple. A bűn, ez ennyire tiszta és érthető. I don't want to talk about that one. Arról most nem akarok beszélni. David, King David talks a lot about it, Psalm 51. Dávid nagyon sokat beszél erről az 51. Zsoltárban például. If you walk in sin, your spiritual life will be just dried up. Hogyha bűnben élsz, és abban jársz, akkor a lelki életed így kiszárad, kiszikkad. But there's another way you could end up in the desert. De másik módja is van, hogy az ember pusztában találja magát. By God's design. Isten terve által. God ordains deserts. Isten elrendel néha pusztákat. Because in the desert, things of him are revealed that are not revealed anywhere else. Mert a pusztában olyan dolgokat tudunk meg róla, és olyan dolgokat mutathat meg magáról, amit máshol nem. And it might not feel fair, it might not seem right. És lehet, hogy nem tűnik igazságosnak, és nem tűnik jónak. But it's better than those things. De ezek jobbak, mint... It's better than, you know, oh, it doesn't feel right. God has something even better. Mert mint, hogy jaj, ez nem jó érzés. Isten jobbat tartogat. You know, I mean... You know, I don't want to go in the desert. Én sem akarok a pusztába menni. God knows the beginning and the end. De Isten tudja a kezdetét és a végét. You know, and God is there, and He's saying, "I'm with you." És Isten ott van és azt mondja, hogy én veled vagyok. You know, what do we do in the desert? Mit csinálunk a pusztában? Keep moving. Megyünk előre. Stop in the desert, you're dead. Ha megállsz a pusztában vagy a sivatagban, akkor meghalsz. It's just that's the end. Ez akkor a vég. And there's times that you know you're going to say, "Oh, I'm in a dry time in reading the Bible. It's just so dry." Van ilyen, amikor azt mondjuk, hogy olyan száraz ez, ahogy most onnában olvasom a Bibliát, olyan száraz az egész. So I just put it aside. Úgyhogy inkább most félreteszem. No. Ne. Keep going. Menj tovább. But it's so dry. De keep olyan száraz. Going. Menj tovább. But I'm so just keep going. Csak menj tovább. You don't stop. Nem állsz meg. You keep going. Mész tovább. Oh, this relationship with God feels so dry. Keep going. Jaj, de az Istennel való kapcsolatom is olyan száraz. Akkor is csak menj tovább. You know how many marriages end in divorce because it gets a little dry and they just decide to quit? Tudjátok, hogy milyen sok házasság válással végződik azért, mert egy kicsit száraz kezdett lenni, akkor hát akkor hagyjuk abba. Keep going. Tarts ki, menj tovább. Keep moving. Menj tovább. Trust the Lord. Bízzál az Úrban. Oh, but it's just so dry for me right now. I know. Keep going. Tudom, lehet, hogy tényleg nagyon nehéz. God loves you. De menj tovább. Isten szeret. He's with you in the desert. És a pusztában is ott van melletted. You know, he doesn't say, "There's the desert. Have a good time. I'll see you on the other side." Nem az van, hogy itt a pusztában, you know? Most fogsz belépni, akkor majd a másik oldalon találkozunk. He walks with you. Hanem veled jár. And what you can't see over that dune, he can. És amit te nem látsz a homokdűnén túl, ő már látja. I mean, you know, it amazes me. You know, if you go to your friends, "Oh, I'm in the desert, it's so hard, I don't see God," they'll be like, "Yeah, it's so hard, so tough." És amikor a barátainkhoz megyünk, hogy annyira nehéz idők vannak, olyan pusztaságban vagyok, nem látom Istent, és akkor ők is mondják, hogy hát igen, milyen nehéz. It's because they can't see over the dune. Azért, mert ők se látnak túl a dűnén. But dune. Dune. Okay, but God can. De Isten tovább lát. God sees over that thing. Isten túllát azon az izén. He knows. Ő tudja.
And we're so busy asking each other, oh no, and we get no comfort. És akkor annyira elfoglal minket, hogy mindenkitől kérdezzük és mindenkitől várjuk a választ, és semmi bátorítás vagy vigasztalást nem kapunk. We feel better about our wretchedness. Egy kicsit talán jobban érezzük magunkat a nyomorúságban. I just don't feel like God's with me. I just feel like I'm gonna just take a break for the. Oh yeah, maybe that's what you need. Yeah. Nem tudom, nem érzem. Annyira rossz most minden. Nem érzem, hogy Isten velem lenne. Lehet, egy kicsit szüneteldetnem kéne. Hát igen, lehet. God says, no. Isten azt mondja, hogy dehogy is. I'm with you. Én veled vagyok. I see over the dune. Én túllátok a dűnén. Go forward. Menj előre. God sees around the corner. He sees water is just ahead. Pontosan látja, hogy mi van a sarkon túl. Ő látja, hogy ott a víz. And that water will be so refreshing. It'll be the best glass of water you ever had. Na aztán az a víz pedig annyira finom lesz. A legjobb pohár víz, amit valaha ittál. You will enjoy God in ways you never have before. Olyan módokon fogod élvezni Istent, mint korábban soha. In the desert. A pusztában. You will long for that treasure of water. És vágyok fogsz a víz után, mint a kincs. There's a wonderful devotional called Streams in the Desert. Van egy csodálatos ilyen áhítatos könyv, az a címe, hogy folyamok, vagy patakok a sivatagban. It was written by a lady who her and her husband were missionaries in Asia. Egy hölgy írta, aki a férjével együtt Ázsiában misszionárius volt. And her husband got really sick, they had to move back home. És a férje nagyon beteg lett, és vissza kellett, haza kellett költözniük. And for 6 years she stood by his bed nursing, doing everything she can to nurse him back to health. 6 éven át ott állt az ágya mellett, és mindent megtett, ápolta, hogy újra egészséges legyen a férje. After 6 years he died. De 6 évvel később meghalt a férje. And it was in that next year that she wrote this incredible devotional. És a rákövetkező évben írta meg ezt a fantasztikus áhítatos könyvet. But the treasures that she learned of God in the desert. Azokról a kincsekről, amiket Istentől kapott, amit Istenről tanult ezekben a száraz pusztai időkben. How much does God love you? Isten mennyire szeret téged? So much that he's with you in the desert. Olyannyira, hogy veled van a pusztában. He provides the water in the desert. Ő gondoskodik a vízről neked. He gets you through the desert. És átvisz a pusztán. He loves you. Szeret téged. Draw near to him. Úgyhogy közeledj hozzá. We're gonna close in some worship. Most dicsőítéssel fogjuk befejezni. Just wanna so strongly encourage you, draw near to the Lord. Nagyon bátorítalak benneteket, hogy közeledjetek, menjetek oda Istenhez. Hear his voice and come near to me. Halljátok, ahogy ezt mondja nektek, hogy gyere én hozzám. How much we just need to be near Jesus. Annyira nagy szükségünk van arra, hogy Jézussal legyünk, hogy mellette legyünk. Draw near to him. Úgyhogy közeledjetek felé. And let's worship him. Dicsőítsük őt. Father, I thank you so much for your love. Atyám, annyira köszönöm a te szereteted. That never ends. Azt, ami soha el nem múló, soha véget nem ér. As you have no beginning and end, so is your love. Ahogy te neked sincs kezdeted vagy véged, úgy a szeretetednek sincs vége. Lord, I pray that as we spend this time seeking you. Uram, kérlek, hogy most, ahogy ezt az időt arra szálljuk, hogy téged keressünk. Lord, I pray for those feeling like they're in the desert. Imádkozom azokért, akik úgy érzik, hogy most a pusztában vannak. That they would hear your voice saying, "Draw near to me." Hogy hallják meg a hangodat, hogy azt mondod, hogy gyere én hozzám. For those, Lord, who just tonight need that special touch, God, I pray you touch them. Azokért imádkozom, akinek szükség van erre a különleges érintésedre ma este, azokat érintsd meg. Reach out, Lord. Nyújj ki felénk, Lord, we want to draw near to you, draw near to us. Ahogy mi közeledni akarunk felénk, Uram, kérlek, hogy te is közeledj hozzánk. Meet us, Lord. És találkozz velünk. In Jesus' name. Jézus nevében. Let's worship some more. Amen. Dicsőítsünk. Thank you.
hajlok keresztednél, itt folyt ki a drága vér, nincs mi ennél többet ér. Értem, győzted le a sír, megnyitottad a szentét, semmi el nem választ már. Uram, te ismersz, látod szívem, ezerszer elbúrtam, mégis szeretem. Győzted le a sír, megnyitottad a szemét, semmi el nem választ már. Te jársz előtte, oltalmazó, kezedben őrzöm, szeretsz, tudom jó. Meghajlok keresztednél, itt folyt ki a drága vér, nincs mi ennél többet ér. Nem győzted le a sír, megnyitottad a szemét, semmi el nem választ már. Megnyílt a menny, elvégezted el, akárkit szépre te. Megnyílt a menny, akármit szépre te. És ha majd egyszer lezárul szemed, ott állsz előttem, mert úgy szerettél, mindig szerettél. Meghajlok keresztednél, itt volt ki a drága vér, értem, győzted le a sír, megnyitottad a szemét, semmi el nem választ már. Meghajlok keresztednél, meghajlok keresztednél, itt volt ki a drága fél, nincs mi ennél többet ér. Értem, győzted le a sír,
Hív segítségül nevét. Hív segítségül nevét. És megmenekülsz. Énekeljük együtt. Hív segítségül nevét. És megmenekülsz. Hív segítségül nevét. Segítségül nevét, és megmenekülsz. Hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Hív segítségül nevét. Segítségül nevét, és megmenekülsz. Hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett, magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljött hozzám. Yeah.
ایه توسم ایه توسم Azt kiértem adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szívem imádatát. Hív segítségül nevét. Hív segítségül nevét. Segítségül nevét, és megmenekül. Hív segítségül nevét, és megmenekül. Hív segítségül nevét. Szívem királya, tiéd mindenem. Minden helyzetben, sorsom kezedben, Istenem. A fájdalmak, könnyek, harcok tűnnek, tiéd vagyok. A sötét van fényed, annál erősebben ragyog.
Segíts, hogy rád nézzek, s nem arra, mit érzek, hogy éppen milyen kedvem van. Segíts, itt eljárom, Istenem, barátom, segíts rád bíznom magam. Szívem királya, én mindenem. Minden helyzetben, sorsom kezedben, Istenem. A vihar jelében te őrzöd meg az életem. Szeretlek téged, te vagy erőm és énekem. Segíts, hogy rád nézzek, s nem arra, mit érzek, hogy éppen milyen kedvem van. Segíts, itt eljárom, Istenem, barátom, segíts rád bíznom magam. Hűséges vagy, vezetsz engem, és védelmet.